Üdvillő módon mindenkinek. Többször volt már problémám ezekkel a PowerX-es akukkal, majd mutatom majd közelebbről is, meg fogjuk még látni eleget a videóba. Konkrétan az vele a probléma, hogy mindig le vannak merülve. Nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert nem töltöm fel használat után. Hanem így már, jó, most már csak egy LED van benne, oké, félretesszük, vesszük elő a másikat, több darab van kész. Van duplás is, meg a szimplás is, meg van egy másik változat is, ami kicsit másképpen néz ki. Na most ugye a fő lényegünk az, hogy kaptam én Mikrobi úrtól egy szabványtöltőt, amit ezekhez találtak ki. Hát azzal az a probléma, hogy az 3 amperrel tölti. Nem szeretem azzal tölteni. Legtöbbször én a labortáppal szoktam tölteni, és akkor ilyen 20 volt környékeig töltöm, nem töltöm pont 21 voltig, és közel sem 3 amperrel, és akkor nagyon szépen ki tudja egyébként balanszolni a cellákat. Azt úgy meg is érzem egyébként a használaton, hogy több éve használom őket, és nincsen velük gond. Hát múltkoriban meg úgy jártunk gyakorlatilag, hogy hiába volt nálam 2 aksi, mind a 2 ilyen félmerült állapotban volt, lemerült, hát kaptam ott valami fúraut, ahol éppen voltam. Szerintem most soha többet. Nem akarok én másnak a fúrójával dolgozni. Olyan leharcolt fúróaut, hogy az nem kifejezés. Úgyhogy beszereztünk egy Enhel szivargyútós töltőt. Na, hát egyáig semmi probléma, illetve újdonság, úgymond. Ez csak egy egyszerű szivargyútós töltőcske. Belelesek már azért, hogy mit kaptam, hogy lássam már. Mennyibe kinyílik? Igen, kinyílik. Aha, szivargyútós töltőcske, igen. Hát semmi izé. Egy egyszerű kis töltőcske. Alapvetően igen. Na, ez teljesen oké. Okay. Ez autóba nagyon-nagyon jó használható. És ha már ez nálam lett volna, hű, hát akkor valószínűleg nem káromkodtuk le az egész eget. Úgy mindenestül. Na mindegy. A fő lényegi kör az viszont még mindig az, hogy itthon ugye nem töltődik fel az aku magától. Már abban az értelemben, hogy nem tesszük töltőre. Miért nem tesszük töltőre? Azért nem tesszük töltőre, mert 3 amper az sok. A labortáppal maceráskodni kell. Úgyhogy ki kell alakítani egy töltőállomást. Nem maradt más hátra. Ezt már több éve gyakorlatilag folyamatosan csinálgatom. Éppen annak rendje módja szerint én vásároltam néhány darab naperem cellát. Ugye egy cella önmagába. Mindjárt mutatom közelebbről is, nyugodjál meg. Ez ilyen nagyon-nagyon vékony kis holmi. Ő egy ilyen 52 mm-szer 40 mm-es cellácska. Amit tudni kell róla, hogy ez egy polikristályos cella. Fél voltot ad le körülbelül egyébként üres járatba. Ha nagyon süti a nap, akkor a 0,6-ot leadja, de csak üres járatba terhelve, soha nem fogja a 0,6-ot leadni. Sőt, ha igazi terhelés kerül rá, akkor inkább a 0,4 lesz az igaz. Tehát ugye nekünk úgy kell ezzel számolni, hogy maximum fél voltot tud egy cella tökéletes napfényben. Úgyhogy ebből kell, hát minimum 40 darabot sorba kössünk, ahhoz, hogy nekünk egy 20 volt kijöjjön belőle. Ez az aku egy 5 cellás aku, ami ugye 4 volttal szorozva, az pontosan 20 volt. 21 volt a csúcs egyébként, mert ugye 4,2 volt a maximum ezeknek a celláknak. Ez a BMS, ami ebben az akuban van, nem tilt le túltöltés esetén, csak túlmerítés esetén tilt le. A saját töltőjével valahogy kommunikál, és ott megállítja a töltést. Nem tudom elképzelni, hogy hogy oldja meg a dolgot, vagy csak egy pozitív, egy negatív. Hát van egy NTC csatlakozó, nyilvánvalóan ezen lekommunikálják a dolgokat. Tehát valahogy meg tudja oldani, hogy ne töltse túl. De mondom, hogy a túláram ez nem kedvez egyébként ezeknek az akuknak. Tehát semmi se szereti azt, hogyha valami annyira sokkal van töltve. Szóval kell nekünk egy ilyen nagyon kíméletes töltő, ami saját magától teszi a dolgot. És konkrétan, amikor majd felszúrom ezt az egész rendszert a helyére, ha azt 3 hétig hagyom ott, akkor se fogja túltölteni. Tehát én egy 40 cellával fogok számolni, és egyáltalán nem az volt eddig sem a cél, amikor labortáppal töltöttem, hogy én ezt mindig 21 voltig töltsem, hanem csak én 20 volt körülig. Bőségzavara. Tehát azzal nincsen gond. Úgyhogy napelemet kellene építeni, méghozzá egy napelemes sötétítőt úgymond, ugyanis ezt a napelemet, amit most meg akarok építeni, ezt nem fogom kitenni a szabadba, hanem az ablakba lesz lényegében. És ahogy fel kell a nap, úgy megtámadja kicsit, majd késő délután már nem fog érni egyáltalán. De bőségzavara, mert nekünk itt nem kell sok.
Egy ilyen akku valami 50 wattóra, a duplás konkrétan. Ez 25 wattórás. Tehát egy ilyen akut szerintem egy nap alatt akár fel is tud tölteni, amikor süt a nap. És nem kell ám minden nap tölteni akut, mert hetekig el vagyok anélkül, hogy én akut töltsek. Tehát, hogyha egy darab az mindig ott lesz rajta, és fel lesz töltve 20 voltig, akkor már nagyon jók vagyunk technikailag. Ideje meg lesz neki. A lassú töltéstől nem kell félni, mert egyáltalán nem bántja a cellát. Azért évek óta így töltjük a dolgokat, sőt azt tapasztaltam egyébként, hogy amikor a saját töltőjével töltöttem, a gyárival, akkor ugye ez 3 amperrel tolta neki, és akkor megállt egy idő múlva, volt a még cella 4,25-ön volt, volt a még cella csak 4,1-en, és össze-vissza, mint a mesébe, tehát nem tudta kibalanszolni normálisan. Mikor meg ugye a labortápomról töltöttem, akkor meg megevett egy ilyen 1 ampert körülbelül a 3 amperes akku, és gyönyörű szépen balanszban töltődtek. Tehát meg tudta oldani az elektronika, hogy kibalanszolja. Ha nem kapott, akkor a töltőáramot. Na, éppen ezért akarok így a napelem útjára lépni, és akkor nézzük ezt a napelem cellát, hogy hogy néz ki közelebbről. Mert ez itt az igazi érdekesség, nem a Zeinhell lakú. A Zeinhell lakú csak közvetett dolog, hogy hát ezt akarjuk majd róla tölteni. Itt a töltő közelebbről, hogyha esetleg valakit a szivargyújtós töltő érdekel. Egyébként semmi bonyolult nincs benne, ugyanolyan töltőpont, mint a fali dugasszal ellátott kivitel, azzal a különbséggel, hogy ilyen szivargyújtó csatlakozó van, tehát 12 voltba kell csatlakoztatni. Van nekünk itt egy kis adattáblánk. Már csak valahogy úgy, hogy látszódjon is. Talán most. És ugye ide jön rá szépen az akku. Na, hát ebben semmi bonyolult nincs, mondom, ez az utazásokhoz jó, utazásokhoz, hát az ilyen olyan munkákhoz, amit nem itt fogok el elvégezni, hogy nem másnak a szerszámával kelljen dolgozni, mert borzalmas volt, mondom. Ő itt a PowerX-es akku. Ugyanez a csatlakozás van az összes változaton, csak van, amik vastagabb egy kicsivel. Van 3 amperes, 4 amperes, meg 2,5 amperes, meg satöbbi amperes. Ami igazán érdekes, és valószínűleg az embereket is ez érdekli, ő itt egy napelemcella, ilyen vékony gyakorlatilag, mint egy tojáshéj. Nagyon-nagyon könnyen törik egyébként. Ezen van itt elől egy fehér vezető. Ez lesz a negatív oldal, a színes a negatív oldal. És a hátoldalon is van egy vezető, ő pedig a pozitív. Tehát olyan, mint egy elem. Pontosan ugyanazzal a dolgokkal van megáldva, azzal a különbség, hogy azt fényre tesszük, és termeli a villanyt. Hát ez a cella, ez nem nagyon szereti azt, hogyha így összetapogatják, ezt valaki előttem már összetapogatta. Hát most ezzel én nem fogok tudni, mit csinálni konkrétan, de nem igazán szereti. Tehát ezt leszokták laminálni, meg stb., meg nagyon sok mindent szoktak vele csinálni. Jelen esetben, ugye víz nem szabad, hogy érje, mert különben akkor megint sérül a felület, és nem fog jól termelni. Jelen esetben én csak egy egyszerű sorbafűzést szeretnék csinálni. Egy szem védődióda közé, az be van végezve. Tehát nem akarom túltolni egyáltalán. Forrasztani lehet egyébként ezt a részt, nagyon-nagyon óvatosan egyébként, és a hátoldalt is. És ugye, ahogy tesszük így egymás mögé a dolgokat, itt szépen alakulnak ki a sorok. A sorokat sorbafűzzük, és ugye egy cellából mondom fél voltot fogunk kapni, terhelve sokkal kevesebbet egyébként. Ahogy vesszük le róla a terhelést, direkt napsütésbe, akár a 0,6 voltot is elérheti, de az üres járat. Tehát az, mikor áram folyik rajta, akkor a fél volt a mérvadó, meg az alatti érték. Attól függ, hogy mennyire fogjuk megterhelni. Ez a felület itt ugye forrasztható, és ugye a hátsó felület is forrasztható. Ehhez én most közönséges részdrótot fogok használni. Nem viszem túlzásba. Egyébként lehet hozzá kapni speciálisan hozzágyártott szalagot, olyan hasonló, mint a cellaheggesztéshez használt nikkel szalag, csak sokkal vékonyabb egyébként, ilyen előónozott szalagocska, és ugye ebből van a tapszalag, meg a buszszalag gyakorlatilag. A tapszalag az, ami itt ezen a cellán megyen, és ugye a cellák alatt az összekötőknél az meg a buszszalag, az a vastagabb is szokott lenni egyébként. De mondom, én most sima részdrótot fogok használni, tökéletesen megfelelő lesz a feladathoz. Hát az elsőt, ezt egy kicsit elszerencsétlenkedtem,
a többieknél már belejöttem egyébként. Három kis pöttyél mindösszesen, nem kell túlzásba vinni, felesleges végigforrasztani. Próbáltam egyet egyébként végigforrasztani is, hogy lássam, hogy milyen az olyan. Ő az lett. Szerintem felesleges, túl sok gyanta ment rá, meg minden. Hát gyantás a forrasztó, úgyhogy nem tudom. Nincs értelme neki egyébként. De egyébként a mérés ugye lemaradt az előbb, tehát ugye felül van a mínusz, alul pedig a plusz. Tehát, hogyha itt megfogom a kis napelemünket, és hozzá csatlakoztatom, csak így szimplán, a kamerát megpróbáljuk nagyon felborítani, és csak ide hozzáérintem, már láthatjuk is, hogy 0,3 voltot produkál per pillanat, úgyhogy csak egy LED világítja meg, tehát nem is természetes fény. Ami most itt az asztalon van, az ugye azt mondja, hogy 6 darab, 63, 18 darab, 9 voltot tudna nekem adni, és akkor nyilvánvalóan, hogyha ezt így sorba kötjük, az áram az azonos marad, mert amennyi áramot tud adni a leggyengébb cellánk, az fogja meghatározni az áramot, a feszültséget, meg ugye a celláknak a sorba kötött egysége. Egyébként most ugye, hogyha majd végzek mindel, tehát mindent így előkészítem, akkor ugye csak annyit kell csinálni, hogy átfordítom, és szépen gyönyörűségesen, mint egy, hát ha látszik, így egymásra forgatom. És ugye itt is akkor 2-3 ponttal oda pontozom, és akkor az lesz egy sorom, nyilván közte itt azért kell hagyni némi kis hézagot. Megtörtént az összeillesztés, immáron ilyen kis darabkákba lehet mozgatni az egészet. Nagyon-nagyon óvatosan kell vele bánni, mert nagyon törékeny holmi. Szó szerint a tojáshely pillanatok alatt ketté törik egy az egybe, úgyhogy nagyon-nagyon érzékenyen kell vele bánni. Én most ugye, mivel sorra kötöttem mind az összes darabkát, amit akarok, fel fogom rajzolni, hogy hol fognak elhelyezkedni. Ezen a szép kis fehér hordozónak szánt felületen. Ugye ezt még lehetne tökéletesíteni, hogy mikor az ember kifúrta itt a lukakat, átvezette a túloldalra, akkor már lehet szépen kötögetni sorba őket, akár diaurázgatni, stb. Nálam csak egy darab bypass diaura lesz, vagy lehet, hogy több, attól függően, hogy a feszültségünk hogy fog alakulni. Ugyanis nekem egy ilyen 20 volt környéki munkapontom kéne, hogy legyen. Szuper maximum, tehát ugye afölé nem nagyon kéne menjünk, a 5-es akut nem akarom tovább tölteni. A cellák felületét egyébként epoxival le lehetne kezelni, kis ecsettel csak semmi extra nem kell gondolni, és onnantól kezdve már akkor a nedvességtől is meg lenne óvva a cella. Hát mivel beltére fogom használni, remélhetőleg nem fog nedvességet kapni. Egyébként a faros lemez amúgy is hajladozik, mit nem csinál, hogyha nedvességet tud magába szívni. Úgyhogy ő is ugyanúgy viselkedik, de ez nem egy kültéri darab természetesen. Ha kültérre kellene ilyet csinálni, akkor mindenképpen egy üveglapra kellene ezt az egészet így fejjel lefele ráfordítani, illetve hogy lekezelni epoxival, és abba belefektetni, és hátulról is lefesteni epoxival, és onnantól kezdve teljesen vízhatlanná válna az egész mindenség, ugye. Az egyszer ráragad, az többet le nem menjen róla, garantáltan. Ugye nem sárgul meg, stb. Az átlátszó modat. De nekünk nincs ilyen szükségünk, per pillanat, még csak bent akarom az ablakon belül, szépen, ahol mindentől megvan óva, még a portól is. Immáron be is van kötve a napelemünk, 22,7 voltot ad per pillanat, de hogyha én ezen a panelen úgymond emelek egy kicsit a fény fele, akkor ugye ez javulhat, meg hogyha még esetleg a nap is kisüt, akkor ugye ez több is tud lenni, de ez ugye csak üres járatba, terhelve nyilvánvalóan nem lesz ennyi. Bekerült az ablakba a napelem, itt fog ő szépen dolgozni, ott ráér. Hát majd amikor normális nap van, akkor majd úgy a nap is oda szokott sütni. Hát már naplemente van ez időre, úgyhogy annyira nagyon nem csodálkozom rajta, hogy nem éri a nap. A lényeg az, hogy szépen teszi a kis dolgát. Tehát ott tartunk akkor, hogy kellene ennek az akunak, majd nem látszik belőle valami mi, hát fehér háttérrel nem, mindegy, power részes akuna kezembe, egy ellenpárját, amire rá lehet ezt csúsztatni. Hát ugye nem kell rögtön a fúziós 360-hoz nyúlni, mivel hogy léteznek már előre megtervezett dolgok is ehhez a Einhell akutípushoz, úgyhogy gyönyörűségesen itt is van, hogy Einhell adapter, csak megnyitom.
És akkor, ha kicsit rázumolunk, akkor nekünk itt meg is van maga a tárgyunk, hogy hogy néz ez ki. Ezt valaki már szépen lerajzolta, és gyönyörűségesen ezt mindegy ki lehet nyomtatni mindenféle gond nélkül. Valamiért ilyen fekve tette le az asztalra, de lehet, hogy így is jó lesz ez nekünk végül is. Hát jó van az így. És akkor csak beállítjuk a dolgokat. Hát van túlságosan sok mindent, én nem akarok állítani most így. Most nem ezzel akarok kísérletezni. Valaki ajánlott egyébként egy másik programot a Kurán kívül. Majd ránézek arra is, köszönöm szépen neki. Úgyhogy már mehet is a szeletelőbe. Azt állítja, hogy 29 gram kell hozzá. Hát lehet, hogy még a régi fülement is kiadná, de nem rizika hozom meg. Inkább tettem fel egy másik ilyen nagyon régen használt dolgot. Ezt el is mentjük Save to Disk. Szépen ide lementjük, Einhell adapter. És ugye annyi dolgunk van ezzel a ügyes kis nyomtatóval, hogy rámegyünk a Creality-re, ahol egyébként az IP címet adtam meg, amire a nyomtató fel van csatlakozva. Valószínűleg semmit nem láttok belőle, de mindegy, így néz ki attól függetlenül. Azt mondom neki, hogy import. A C-re mentettem el egyébként a Einhell adaptert, megnyitom. Tehát itt már fel is töltötte, és innentől kezdve csak oda kell menjünk a nyomtatóhoz. Tehát semmi dolgunk sincs itt tovább, mert előlegesen a számítógépet ki lehet kapcsolni. Mert ugyanis a nyomtatóhoz már be van kapcsolva. Azt mondja, hogy ja, ilyen fájlok, és ott is lesz, hogy Einhell. Csak kiválasztom, igen, kalibrálhatod magad, stb. Printeljed. És akkor most szépen felfűtögeti magát, meg stb. Mit tudom én. Közben elkészült a nyomtatvány. Igen. Na, ki kell piszkálni onnan a tartókákat, és akkor kész, és ide szépen be tud jönni a két kis érintkező. Nagyon baba. Két csavart ide behelyezve, szerintem két szögvassal. Minden további nélkül megoldható az, hogy ezt én ide felszereljem szépen egy az egybe. Mint ahogyan azt már mondtam, ez egy olyan kis újrahasznosítós projekt, ami felhasználja az itthon található dolgokat, úgy, mint az itthon található kis napelemcellákat. Szögvas imittam, ott mindenfele van belőle zsákszámra gyakorlatilag. Ilyen kis összefogató csavarok vannak lényegében. Ez ugye egy ilyen kis hüvelyakar lennőjében van menet. Természetesen ezt majd el fogom vágni arra a szintre, hogy ez itt ne lógjon ki egyáltalán, és onnantól kezdve akkor nekem már megoldott a felfogatásom. Gyönyörűségesen. Ugyan a kábel kivezetés így elveszett, viszont cserébe itt mellette van hely, úgyhogy itt hátulról tudok neki fúrni egy lukat, és ott szépen a kábelt ki tudom vinni, anélkül, hogy roncsolnám itt az egész műanyagot, tehát annyi bele fog férni, itt meg egy kis meleg takonnyal rögzítjük ezt a dolgot, hogy ez a papucs ez ne tudjon elmozdulni. Két vasalat rögzítve, kábel rögzítve, fúrtam két lukat, és akkor itt ki tud jönni ugye a vezeték. Itt technikailag hát igen, nem teljesen jó helyre esnek azok a vezetékek, de attól függetlenül majdnem teljesen rácsúszik, éppen csak, hogy nem kattam be. Érintkezni viszont érintkezik, tehát úgy nincsen vele probléma. Alapvetően azt hittem, hogy ott lesz annyi hely mellette, és végül is van is, de pont éppen határeset maradjunk annyiba. Ide fúrtam két kis lukat, és akkor ott hátra is tudom vezetni a kábeleket szépen, és ide fogom szépen feltenni. Hibátlan. Még be is akad. El kell nyomni a gombot. Jelen pillanatban nálam 22 volt jön ki a napelemből, ami ugye terhelve nyilvánvalóan kevesebb lesz, az viszont tény, hogy
Ha túl sokáig marad rajta, már pedig én ezt nem fogom túlsúlyra nézegetni nagy valószínűséggel, ezen csökkenteni kell szigorúan. Azaz, én most diódákat fogok majd sorba kötni, és ugye minden dióda egy ilyen körülbelül fél voltot fog lejjebb venni a feszültségünkből, de ezzel én be tudom hangolni magamnak, hogy ez így jó legyen. Normál körülmények között viszont sokkal ideálisabb megoldás lenne egyébként egy DC-DC konverter, amin beállítjuk pontosan azt, hogy hány volt legyen, és akkor nem több. 20 volt lenne a cél, hogy a 20 voltot közelítsük meg. Ugye 5 cellás az akkumulátorunk, akkor az azt jelenti, hogy 4x5 az 20. És 4 volt per cellával tökéletes, biztos, hogy nem fog túltöltődni, semmi baja nem leszen garantáltan, akkor se, hogyha itt napokig, hetekig rajta marad, ugyanis 4 volt per cella a fal is, és napokig, hetekig úgy tud maradni, 4 volt per cellával, és több éve úgy van. Semmi baja nincsen neki. Tökéletesen használható. Szóval egy lesz ez is a nyerő. Tehát jelen pillanatban 19,1 volton van a feszültségünk. Ha leveszem 21,8, ugye mértünk már többet is, ha meredeken zuhan, mert ugye kezd eltűnni a feszültségünk. Tehát én szerintem én is a DC-DC konverteres útra fogok lépni, ugyanis sokkal-sokkal jobb, egyszerűbb, nem is, hogy egyszerűbb inkább, tehát megbízhatóbb megoldás, mint sem diódákkal visszaszabályozni itt a napelemnek a feszültségét. Úgyhogy ez lesz nálam is. Na de, hát ez a legkevesebb, hát most ez egy ilyen filléres kis áramkör mindösszesen, amit meg lehet ugye vásárolni. Akár honnan technikailag, tehát itthonról is, vagy akár külföldről is, ki honnan szereti. De ha tetszett ez a projekt, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akkor iratkozzál fel a Magad Uram csatornára is. Következő videóig is, na csá!